Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Minden Szentek Napja alkalmából rendezett koszorúzáson. Megemlékezésünk kezdetét kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Közreműködik a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár helyőrségi zenekara, vezényel Kovács István őrnagy. Tisztelők! Az! Fogadás középről! Tisztelnek! Most felkérem dr. Márkizai Péter polgármestert, mondja el megemlékező beszédét. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Minden szentek alkalmából, és ugye tudjuk, hogy másodikán pedig halottak napja lesz. Ez egy tradicionálisan katolikus ünnep volt, és mára Magyarországon nem csak valamennyi felekezet ilyenkor emlékszik az elhunytakra, hanem a nem vallásos vagy ateista emberek úgy szintén. Ilyenkor gondozzák a sírokat, mennek ki elhunyt szeretteikhez, és emlékezünk a halálra. Emlékezünk a megholtakra, és emlékezünk a halálra. Hát nyilván lelki táplálékot elsősorban az egyházaktól remélünk, úgyhogy ha megengedik, én is felidézek egy emlékemet. Néhány évvel ezelőtt Püspök Szent Lászlón, amikor a katolikus családok nyári tábora során voltunk ott egy néhány napot, akkor szerencsés véletlenként szintén Püspök Szent Lászlón tartott lelki gyakorlatot az életrendezés házában, a jezsuitáknál, Henri Boulard atya. Henri Boulard atya, ő szíriai születésű, Egyiptomban él, és ott a muszlim országban gondoskodik a katolikus hívekről, fiatalokkal foglalkozik, és hihetetlen életbölcsességre tett szert az évek során. Valahogy azt éreztem, amikor ott a társaságában voltunk, hogy van egy olyan kisugárzása, és ahogy beszélt is, hogy gyakorlatilag bármilyen kérdésben azonnal, felkészülési idő nélkül olyan adekvát válaszokat mondott, ami eligazított bennünket az élet nagy kérdéseiben. És az egyik jelenlévő,
azt a kérdést tette fel, hogy mi van, hogyha valaki nyilván saját magára gondolt, elsőképpen fél a haláltól. Ami hát tekintve az emberi mi voltunkat egy teljesen természetes és, és érthető érzelem, állapot. És Henri Bouvard atya azt a történetet idézte fel, amit már sokan biztosan hallottak máshol is, hogy amikor két magzat beszélget az anyaméhben, egy iker testvérpár, és ott az egyik felveti azt, hogy te hiszel-e a születés utáni életben. És ugye a beszélgetés arról szól, hogy az egyik az fél attól, hiszen az ő megszokott világukból kikerülnek. Egy más állapotba, egy más világra, egy túlvilágra fognak kilépni az anyaméhből. Az ott megszokott állapot a magzatvízben levegő élelmet, a köldökzsindoron át megkapó, sötétben, melegben lévő csecsemők kikerülnek egy új, ismeretlen valóságba. Az egyik az, úgy állt hozzá, hogy természetesen ott mindennek vége, és ott nem lesz semmi, és megszűnik. Másik pedig úgy állt hozzá, hogy egy új élet kezdődik ott, ott az édesanyánkhoz fogunk kerülni, aki majd a keblére ölel. Hát nem tudhatjuk, hogy mi van a halál után. Ugyanúgy, ahogy a magzatok sem tudhatják azt, hogy mi van a születés után. De bizakodhatunk abban, hogy ott találkozunk, hogy ott vár bennünket valami, és nem a semmi. Hogy a lélek egy más formában, de tovább él. Ugye a legtöbb vallásban ez a hit, ez közös. És nagyon sok olyan ember, aki bár formálisan nem tartozik egyik egyházhoz sem, ő is hisz abban, hogy a halállal nem ér véget az ember lét, a lelkünknek a léte, és nyilván, ha más formában nem, de legalább azzal, hogy az elhunytakról mi rendszeresen, legalább évente egyszer, nyilván nagyon sokan, sokkal gyakrabban, de legalább egyszer kötelezően ez az ünnep, ez emlékeztet bennünket arra, hogy gondoljunk az elhunytakra, gondoljunk a szeretteinkre, és hogy valahol él az a remény, hogy egyszer újra találkozunk velük, már most is nagyon sokszor lélekben együtt vagyunk, és hogy lesz egy újabb találkozás még egyszer. Úgyhogy ez az ünnep, ez számomra erről szól, és azt gondolom, hogy ez a nagyon szép hagyomány, hogy mi itt Magyarországon, és ezen belül Hódmezővásárhelyen is ilyenkor emlékszünk meg halottainkról, akik hát lehetnek hősi halált halt katonák, ez a mostani helyszín is ilyen, de lehetnek balesetben elhunyt szeretteink, vagy lehetnek akár csecsemők, vagy meg nem született gyermekek is. Milyenkor mindezekre emlékezünk. A következő percekben áldást mond Dudás Ferenc főhadnagy tábori lelkész. Kedves testvéreim, tisztelt emlékező közösség! A Prédikátor könyvében azt olvassuk, hogy mindennek megszabott ideje van az ég alatt, és nekünk, akik most itt összegyűltünk, a kegyeleteljes megemlékezésnek jött el az ideje. Kollektív lehetőség ez a mostani alkalom arra, hogy a háborúkban vérüket ontott katonákra emlékezzünk, azokra az emberekre, akik azért küzdöttek, hogy egy szebb és egy boldogabb jövőt biztosítsanak a következő generációnak. Albert Schweitzer protestáns neves gondolkodó szerint a legszebb emlékműved embertársaid szívében áll. És úgy gondolom, hogy mindenkinek van olyan hozzátartozója, akit elveszített, akire szeretettel gondolt, és ez szerint a gondolat szerint, amit ez a 20. századi neves teológus elénk hozott, ez szerint a belső világunkban, a belső lelki utunkon emlékművet állítunk. És ez az a mai nap, amely hivatalosan is arra hívja fel az embernek a figyelmét, hogy ebben a belső lelki útban felállított emlékműnél álljon meg, nézzen magába, és elevenítse fel azokat az emlékeket, amelyek a szeretéhez hozzákötik, és adjon hálát az Istennek azért, hogy megajándékozta őt ezzel a kedves hozzátartozóval, aki már nincs közöttünk. És az emlékezés az indítson bennünket arra, hogy
amíg mellettünk élő családtagot, kollégát, barátot, addig szeressük, amíg mellettünk van, mert lehet, hogy holnap már késő lesz. A legfontosabb pillanat, egy másik neves gondolkodó szerint, az a jelen pillanat. Ne hagyjuk ezt figyelmen kívül, most szeressük fele barátainkat, és ne hagyjuk ezt holnapra. Ezért hajtsuk meg a fejünket, és pár szóban imádkozzunk. Fenséges Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked az emlékezés áldott lehetőségét, hálát adunk hősies katonánkért, katonáinkért, akik előtt ma főhajtással állunk meg, akik nem tértek vissza szeretteikhez, reménykedésük a hazatérésre elveszett. Ezért kérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, tedd áldotta az emlékezőket, és add, hogy őseink önfeláldozó haza szeretete példaértékű legyen mindannyiunk számára. Kegyelmes Istenünk, akik sírjánál a kegyelettel állunk meg, mindenek előtt beteljesítették azt, amit Jézus Krisztus mond az evangéliumban, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Add, hogy emléküket megbecsüléssel, tisztelettel hordozzuk szívünkben, így kérünk most, hogy a feltámadás reménységével tekints elhunyt testvéreinkre, hogy amint Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, úgy törjék meg nekünk is a halál ereje Szent Fiad által, és részesülhessünk az örök életben. A Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az emlékezők fogadják az áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Most kérem, hallgassák meg dr. Alácsi Ervin János őr nagy tábori lelkész imáját. A mi segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Mindenható és örökkévaló Istenünk, te vagy az egész világegyetem teremtője, gondviselője és megváltója. Te vagy a történelem ura és az emberi élet végső beteljesedése. Az élők reménysége és az elhunytak menedéke. Hozzád könyörgünk most hősi halottaink lelki üdvéért, azon erős hitben, hogy a boldog föltámadás napján, a mennyei ítélőbíró jobbján, a boldog és örök viszontlátás örömeit élvezhetjük egykoron, mert hisz te mondottad, aki magad vagy, a csalhatatlan igazság, hogy ama napon letörlöd majd hívszolgáid szeméről a fájdalom könnyeit, és nem lesz többé fájdalom, és nem lesz többé szenvedés. Nem lesz többé gyász és panaszkodás, nem lesz többé halál és elválás, hanem örök élet és vég nélküli boldogság. Örök nyugodalmat adj nékik, Uram, s az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most a koszorúzás következik. Először Hódmezővásárhely megyei jogúváros önkormányzata helyezi el koszorúját. Következnek.
A hadigondozottak egyesülete következik. Vitézirend helyezi el Mécsesét. Kérem, helyezzék el virágaikat, mécseseiket. Most pedig kérem, sétáljunk át mindannyian.